Parancsoljon, alelnök asszony, jöné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Április 3-án a választók döntöttek. Úgy döntöttek, hogy van harmadik út a parlamentben, és úgy döntöttek, hogy szükség van gyurcsánymentes ellenzékre is, amelyet kizárólag a Mi Hazánk mozgalom testesít meg. A balliberálisok szemmel láthatóan még mindig nem tudják eldönteni, hogy fiúk legyenek vagy lányok, hogy kivonuljanak vagy bevonuljanak. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom világos elvek mentén politizál. Mi minden olyan előterjesztést támogatunk, ami a magyar nemzet érdeke, de mindennel kőkeményen szembeszállunk, ami a magyarokat megkárosítja. Mi dolgozni jöttünk ide, a hazánkat szolgálni. Pedig ha valakinek, nekünk aztán lenne okunk panaszra a választási kampány esélyegyenlőségét tekintve, ugyanis például ezt a felszólalásomat sem tehetem közzé a saját Facebook oldalamon, holott más képviselők ezt akár élőben közvetíthetik. És tudják, hogy miért nem tehetem meg? Mert itt ül előttem egy megválasztott parlamenti képviselő, egy frakcióvezető, Torockai László, akinek sem az arcképét, sem a nevét, sem a hangját a Facebookon nem lehet megjeleníteni, különben az én oldalamat is letörlik, gyakorlatilag indokolás nélkül. És mit tesz ezzel, mit kezd ezzel a helyzettel egy felelős magyar kormány? Egy óriási multicég brutálisan beavatkozik a magyar választásokba, a magyar közéletbe, és önök ezt ölbetett kézzel nézik. És mit tesz az annyira, de annyira demokratikus ellenzék? Ölbetett kézzel nézi. A Mi Hazánk mozgalom a leginkább cenzúra által sújtott párt volt, és marad is hosszú távon, mégsem a panasz hangjai azok, amelyeket hallani fognak tőlünk az országgyűlésben. De a kormány nemhogy nem lép fel nemzetközi szervezeteknél ezzel a helyzettel kapcsolatban, hanem a Fidesz által kézi vezérelt MediaWorks még a Mi Hazánk fizetett hirdetéseit sem volt hajlandó pénzért sem közzétenni a választási kampányban. Sőt, odáig is elmentek, hogy megfenyegették azokat a szórólapozó cégeket, akik vállalták volna, hogy az emberek postaládájába eljuttatják a Mi Hazánk mozgalom kiadványait. Erre nem volt lehetőségünk. És ilyen helyzetben mondja azt a balliberális tömb, hogy mi összejátszunk a Fidesszel, persze a tények őket sosem zavarták. Ehhez jött még hozzá a közvéleménykutatóknak a magatartása, akik gyakorlatilag végig hazudták az elmúlt másfél-két évet, mert mindegyikük érdekes módon a parlamenti bejutási küszöb alá mérte a hibahatárt meghaladó alulméréssel a Mi Hazánk mozgalom támogatottságát. Mi mégsem a sebeinket nyalogatjuk, már az első javaslatokat benyújtottuk az alakuló ülés napján, és igen, az várható a Mi Hazánk mozgalomtól az országgyűlésben is, hogy tabukat fogunk döntögetni. Tabukat fogunk döntögetni, mert nem félünk kimondani az igazságot. Nem félünk kimondani, hogy a WHO éppen egy diktatúrát készít elő a kötelező oltás bevezetésével, és nem félünk kimondani, hogy a magyar kormány, ha ezt elfogadja, a saját nemzetének a szabadságát árulja el. A Covid diktatúrának véget kell vetni nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. És nem félünk kimondani, hogy egy politikai ideológiai merénylet zajlik nyugaton a fehér ember civilizációja ellen, amivel szemben a Mi Hazánk fel fog lépni. 12 évnyi kétharmados fideszes kormányzás után az a helyzet, hogy Budaházi György fegyházban, Gyurcsány Ferenc pedig egy budai villában tengeti mindennapjait, és szervezi továbbra is az ellenzéket. Nem félünk kimondani, hogy önök 30 éve összejátszanak egymással a színfalak mögött, és Áder János köztársasági elnökként az alakuló ülésen példátlan módon megsértett egy parlamentbe jutott pártot és annak 330 ezer szavazóját. Mert több mint 330 ezer ember hatalmazott fel minket arra, hogy folytassuk azt a munkát, amit a parlamenten kívül elkezdtünk, képviseljük azt a programot, amelyet meghirdettünk, és ez várható tőlünk. Hiába
hiába próbálnak minket a globalistákkal együtt eltiporni, ez a Mi Hazánk mozgalom életében még csak a kezdet. Köszönöm a figyelmet!